A civil szervezetek társadalmi szerepvállalása jelentősen nő. Munkájukat megbecsüli a társadalom, és az önkormányzati feladatokból is jócskán kiveszik részüket. Hangzott el a Nyíregyházi Önkormányzat és az első Nyírségi Fejlesztési Társaság által szervezett 10. jogi pénzügyi konferencián, amelyen a megyeszékhelyen és a térségben működő civil szféra képviselői vettek részt. A szervezetek működését a PTK szabályozza, amely egy új kötelezettséget ró az egyesületekre, alapítványokra. Március 15 5-ig alapító okiratokat meg kell feleltetniük a PTK szabályainak. Ez a határidő jogvesztő, ezért a találkozónak ez volt a fő témája. Korábban volt példa arra, hogy a civilek beszámolóikat nem tették közzé határidőre. Az új civil törvény ugyanis előírta azt, hogy minden civil szervezetnek évenként beszámolót kell készítenie, és ezt a beszámolót letétbe kell helyeznie országos bírósági hivatalnál, és közzé is kell tenni. Na most ennek a kötelezettségüknek nem tettek eleget a civil szervezetek, mondhatom, hogy ezeres, sok ezeres nagyságrendben. Az országos bírósági hivatal 2014 nyarán 1750 olyan civil szervezetnek, alapítványnak, egyesületnek az adatait küldte meg a főügyészségünknek, amelyek ezt a kötelezettségüket elmulasztották. A civil szervezetek jogi tanácsért gyakran fordulnak ügyvédhez. Több alapítvány és egyesület közhasznúvá szeretne válni, vagy abban a formában működni. Itt különböző feltételeknek kell megfelelni. Ugye a legfontosabb, hogy két lezárt üzleti évük legyen, megfelelő gazdasági támogatottsággal és megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezzenek. Ha ezeknek megfelelnek, akkor ugye közhasznúak lehetnek. Ugye az előnyös a szervezeteknek, 1%-os adó igénylés szempontjából, Európai Uniós támogatások szempontjából. A helyi civil szervezetek jól szerepelnek a pályázatokon, aktivitásuk megfigyelhető a NEA pályázati rendszerben is, mondta Kovács Ferenc polgármester, aki hozzátette, nem csak a pályázatok száma emelkedik, hanem növekedik a civilek által elnyert és felhasznált pályázati összeg is.